Mivel már elég régóta itt vagyok YouTube-on, gondoltam, éppen ideje, hogy jobban megismerjetek videózási szintemen. Hát, kezdjük is. Sokan kérdezték tőlem az iskolában, valamint más helyeken, ahol felismertek, hogy miért pont 13? Nem vagyok 13 éves. Igen, azért 13, mert ezt én is szerencsés szemnek vélem. Tudom, tudom. Péntek 13 lehet szerencsés és bal szerencsés nap is. Semmi közel a péntek 13, az egyszerűen a 13 az olyan szerencse számom. Fogalmam sincs, mert igazából sosem hozott nekem szerencsét. Na minden. Valamint azt is sokan kérdezték, ezt már csak az iskolában, hogy mi az az EPSBFF és miért kapcsolódik az én csatornámhoz? Hát, erre is itt a válasz. A Csilla Andeszi RPS csatorna azért kapcsolódik az én csatornámhoz, ugyanis én vagyok benne az egyik szereplő. Az én karakterem Leszi. Igen. A karakterünk nevéről neveztük el a csatornát. Jelenleg 1483 megtekintéssel és 61 feliratkozóval rendelkezem. 2017. szeptember 10-én kezdtem el a csatornámat, amit jelenleg is folytatok. Igen, igen, tudom, volt ilyen videó, majd befejezem a videózást, de tegyünk el a témáról. Na mindegy. Folytassuk. Jelenleg, ha jól tudom, talán 77 videóval rendelkezem, de bocsánat, ha félre mondanám, ugyanis ezt nekem is csak a YouTube írta ki, hogy 77 videó van, jaj. Mindegy. 6 napja volt, hogy feltöltöttem az értelmes, ez az egy értelmes videó című videómat. Ezen a videón tényleg nincsen semmi értelem. Pár osztálytársammal forgattuk Farsangon. Ugyan két is like is megjelent ezen a videón, de ez nem érdekel. Nos, igen. Egyelőre videókból ennyi. Valami sokan azt is kérdezték, hogy miért pont répa? Miért pont répa? Miért nem mondjuk barack, vagy ilyesmi, vagy saláta? Azért répa, mert répa az egyik live-onban, a répa nevezetű live-onban, valahogy random előkerült egy répa, és azért most szórakoztunk Dream-mel, és azóta a répa olyan fontos téma lett, és gondoltam, hogy megérdemli azt, hogy kinevezem a nézőim nevének. Ja. Nos, igen, ezért lett a Répa Live sok-sok része, ami jelenleg 5 részből áll. Írjátok meg lent kommentben, szeretnétek, hogy folytassam a Répa Live című idézőjelben sorozatomat. Valamint még ebben a videóban ugye főképp ilyen gyakori kérdésekre válaszolok, amiket ugye nem itt YouTube-on tettek fel nekem, de azért feltettek. Például még ezek közé tartozik az is, hogy mit tervezek a jövőben a csatornámmal. Azt tervezem, hogy folytatom az LPS-es mindenféle sorozatomat, a Too Magic Life-ot, a legőrültebb családot fogom elkezdeni, ilyesmik. De előtte meg kell csinálnom Luna Map-it, amit már megcsináltam, csak nem tölti át a szerkesztőm, nagyon ügyes, tényleg mindegy. Szóval, ja. A lényeg, hogy a jövőben még azt tervezem, hogy zenéket, valamint filmeket is fogok feliratozni. Egy zene feliratozását már el is kezdtem. Hogy miért csinálom ezt? Azért, mert nekem, nem tudom, úgy olyan jó érzés, hogy segítetek más embereknek, akik esetleg nem értenek túl jól angolul, hogy feliratozok egy angol filmet, amit ezután már ők is meg tudnak nézni, úgyhogy értsék is, hogyha esetleg angolul van, és ugye nincsen magyar szinkronizálása. Az, hogy filmeket feliratozni fogok, az még nem biztos, ugyanis az tényleg nagyon nehéz munka. Nézzük zenéket, az egészen biztos.
Még annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon szépen köszönöm a gyönyörű rajzokat és a videókat. A videókkal már áttértünk is a következő témára. Szerepeltem, Süti, a Miért szeretjük 2017-et videójában, amiben ugye azt mondtuk el egy rövidke videóban, hogy miért szerettük 2017-et. Ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg. A leírásban megpróbálom letenni a linket. Valamint levideózta azt, hogy hívásban éppen felolvasok azokat az értelmetlen üzeneteket, amiket elküldött nekem. Mert ugye ez milyen vicces már? Na mindegy, én is jól szórakoztam rajta, hiába nem hallottam, ugyanis nem vette fel a rögzítője, a képernyőfelvetője a hangomat. Attól még én tudtam, hogy mit mondtam. Ja, jaj. Valamint Dream is meglepett egy nagyon kedves videóval, amiben a nekem készített rajzát mutatta be. Rajzokat kaptam még Ancsától, valamint egy gyönyörű rajzot, ami a profilképem is Rékától. Valamint Réka még egy olyan rajzában is ábrázolt a Jane-t, azaz engem, amin LPS-ű tubosokat rajzolt le. Ez nagyon jól esett, és köszönöm szépen, Réka. Még mindig, tudom, hogy már ezerszer megköszöntem, de még egyszer köszi. Nos, igazából már csak annyit szerettem volna, hogy kiemelek pár embert. Ezek között azokat értem, akiket nagyon hűnek tartok a csatorna életében, vagy nem tudom, akik fontosak számomra itt YouTube-on. Ja, valamint Süti megkészített nekem egy intrót is, amit nem használok, de nem azért, mert rossz lett. Nagyon szeretem, meg nagyon jó lett, csak nem tudom, nem sikerült normálisan lementenem. Na mindegy. Térjünk át a kiemeltekre. Ki szeretném emelni Lailát, akivel személyesen találkoztam a karácsonyi LPS bulin. És azóta is nagyon jóban vagyunk. Lunát, aki miatt igazából Lailát megismertem, valamint azért, hogy eddig ilyen türelmesen megvárta, hogy meg elkészítsem a mappére a részt. Luna holnap, maximum holnap fent lesz. Megígérem. Megígérem. Beszó. Csak a szerkesztőmmel van egy kis gond, ezért ezt a videót sem fogom megszerkeszteni. Na mindegy. Ki szeretném emelni még Maját, azért azokért, amik miatt bíztatott, szinte minden videómat megnézte, lehet, hogy minden videómat, nem tudom, fogalmam sincs. És Hangouton kerültem igazából vele jó kapcsolatba, és azóta is YouTube-on is követjük egymás videóit. Nos, igen. Valamint ki szeretném még emelni Sütit és Ancsát, akiket már több videóban is kiemeltem. Ugyanis ők nagyon sokat segítettek videózásilag mindketten, és nagyon köszönöm nekik, ahogy mindenkinek, aki is segített. Ki szeretném emelni Szonya LPS csinált, remélem ez a neved, YouTube-on Szonya. Ugyanis ő is nagyon sokat segített nekem. És mindenkit igazából, aki kommentelt bármelyik videóm alá, bármikor. Nos, igen, eddig idáig jutott el csatornám. Hogyha tovább is jutunk majd el, arról megint lesz egy videó. Köszönöm szépen, hogy eddig itt voltatok velem, és hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkold és iratkozz fel. Találkozunk legközelebb, addig is. See ya.